Moldova György, Érik a vihar, Riport Miskolcról, második kötet, tizenharmadik rész. Magyar vállalkozások. Fuchs. A Sodron gyárat 1912-ben alapították – már indulásokor is korszerűtlen technikai felszereléssel a német Deisel drótművek leselejtezett gépparkját telepítették ide. A kapitalista tőke kivitel jellegzetes példájának számított. Az olcsó magyar munkaerő kihasználásával magasabb profithoz juthattak. Mint egy 40 munkás vasdrótot, drótszöget, drótkötelet állított elő. Az első világháborúval járó konjunktúra némi fejlődést indított el. Felújították a géppark 10-15 százalékát, néhány modernebb húzó- és sodrógépet szereztek be. Fokozatosan nőtt a munkás létszám is. 1937-ben 420 főt foglalkoztattak, a második világháború idején pedig 859 közé emelkedett az állomány. Ezzel arányosan növekedett a termelés is, havi 60-80 tonna drótkötelet és 320-350 tonna acélhúzalt gyártottak. A visszavonuló német csapatok felrobbantották a gyár épületeit, kormos falakat és kiégett gépeket hagytak maguk után. Az új szocialista rend 16 millió forintot fordított a gyár újjáépítésére és további fejlesztésére. Ha a mai pénzre kívánjuk átszámítani ezt az összeget, 500 szoros, ezerszeres szorzót kellene alkalmaznunk. A gyár Miskolc felszabadulásának időpontjára való emlékezésként a december 4 -e drótművek elnevezést kapta. Újabb és újabb berendezéseket és felszereléseket helyeztek üzembe, Például a pácoló elavult régi és egészségrontó fakádjait csempézett alkatrészekkel és padlóborítással cserélték le. A fejlesztések nyomán javult a gyártmányok minősége és előállításuk gazdaságos volta. Növekedett az export, 800 tonna acél alumínium kábelt szállítottak külföldre Argentínába, Kínába, de betörtek a török, sőt az indiai piacra is. A gyár minden felfutása ellenére sokáig nem volt képes kielégíteni a felmerülő igényeket, csak az 1960-70 közötti évtizedben jutott el odáig, hogy teljesíthesse ezeket. Termelése négy és félszeresére növekedett, és a dolgozóinak száma is megduplázódott. A gyár felévelő szakaszában állt munkába egy fiatal, frissen végzett mérnök, Barkóci István. Hamarosan beilleszkedett a közösség életébe, a rossz nyelvek szerint nem ártott karrierjének, hogy az igazgató lányát vette el feleségül. Apósa egyszer egy külön munkával is megbízta, megkérte, hogy nézze át a gyárat alapító Dejsel család megmaradt dokumentumait. Barkóci megismerkedett a német cég nagyra törő elgondolásaival, így például azzal a tervükkel, hogy hajózhatóvá tegyék a sajó folyót így módon lecsökkentve a szállítási költségeket. Talán itt fogant meg benne a gondolat, hogy túlléphetik az addig kialakult kereteket, bevezették az acélhúzalok és drótkötelek gyártását nagy karbontartalmú szénacélból. Az alapanyagot a Szovjetunióból szerezték be, és ez az ország számított legfőbb vásárlójuknak is. A rendszerváltással kapcsolatosan a szovjet piac jóformán bezárult. Az üzemtermelés a lecsökkent, sőt, maga a léte is kérdésessé vált. Egy magyar-szlovák konzorcium vette meg, de nekik sem sikerült a termelést megfelelő színvonalra emelni. Az sem segített, hogy a létszámot majdnem egyharmaddal lecsökkentették. A kiútat keresve 1991-ben sorra alakultak meg az üzem keretein belül működő KFT-k, termékeiket egyelőre ők sem tudták hatékonyan elhelyezni a piacon. Barkóci maga is belépett egy ilyen társaságba, melynek tagjai a tulajdon 24 át vásárolták meg. Az anyaüzem ebben az új formációban is megőrizte a maga 51 os többségét és a döntések jogát. A fiatal mérnök az ellentmondásos körülmények között is megállta a helyét, számos találmány és technikai újítás fűződött a nevéhez. A helyzet azonban tovább romlott, 1993-ban elérkezett az az időpont, mikor a gyár már az esedékes villanyszámlát sem tudta kifizetni. A septében kinevezett új igazgató magához hívatta Barkócit, és kérte, hogy segítsen megoldani a gondokat, Serében a gyári tulajdon tulajdonrész jelentős hányadának átengedését ígérte. Barkóci és társai elhárították a közvetlen összeomlás veszélyét. A továbblépés érdekében egy fontos munkafázist, az úgynevezett fukszolást vezettek be, mely, ha jól értettem a fogalmat, a fémanyagok horogkötésének megoldását jelenti. A vállalkozás sikerrel járt. Ez a Kft. további erősödését jelentette, tulajdon része az üzemben megközelítette a kétharmadot. Még ebben az évben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 15 tagú delegációt küldött ki New Yorkba, a fiatalon is tekintélyes Barkóci is tagjai közé került. Missziójuk legfőbb céljának azt tekintették, hogy felvegyék a kapcsolatot az amerikai-magyar emigráció tagjaival, és próbálják rábírni őket magyarországi beruházásokra. Egy fogadáson történt, hogy egy régen kint élő üzletember megszólította a barkócit. Te mivel foglalkozol? Végighallgatta, és egy tanácsot adott neki. Mindig fejleszd a cégedet, de ha ez nem megy, két megoldás közül választhatsz vagy add el, mert az idő túllép rajtad, és az esélyeid napról napra romlanak. Vagy állandóan utazzál. Közbeszólok, maga melyik mellett döntött? Úgy gondoltam, mondja a mérnök, hogy az adott helyzetben az utóbbi stratégia jobb esélyeket nyújt. Az elmúlt évben 220 napot töltöttem távol hazúról, a bőröndömben ott otthortam a vashalómat, hogy mindig kifogástalan, ráncok nélküli inget viselhessek. Az öreg bizniszmen tanácsát követtem. Vettünk valamit a Szovjetunióban, itthon alakítottunk rajta és eladtuk nyugaton. Elég nehéz körülmények között dolgoztunk. Előfordult, hogy kint járva egy orosz repülőtére nem működött tájékoztató szolgálat. Fel kellett kopognom a pilóta fülkébe, tessék mondani... Ez a gép megy Moszkvába. A szlovák-magyar cég, amelyhez tartoztunk, nem rokon szemvezett velünk. Talán rivális látott bennünk. Kilakoltatott minket az eredeti sajóparti telephelyről. Akkor átköltöztünk a miskolci betonelemgyár egyik felhagyott placára, Ez persze teljes különválást jelentett a régi cégtől, mely D4D néven német tulajdonba került. Mi tovább jártunk üzletek után. Valamikor, talán 1996-ban, eladtunk köteleket az émásznak. A tárgyalások során azt kérdezték, miért nem készítünk egy bizonyos fajta elektromos célokat szolgáló szabad vezetéket, ők tudnák használni a szereléseiknél. Jónak találtam az ajánlatukat, de nem rendelkeztünk a gyártáshoz elengedhetetlen megfelelő minőségű sodrógépekkel. Utána kezdtem járni, három héttel később Csehországban találtam egy használatból kivont, de a mi céljainkra még alkalmas masinát. Megvettem. A gép hosszú volt, a működtetése 50x10 méteres területet igényelt akkor a részt nem tudtunk felszabadítani a számára. Hová tegyük? Tudtam, hogy az inotai alumínium kohó pang nem jut elegendő megrendeléshez. Lementem hozzájuk, megkerestem az igazgatót. Veszünk tőletek alumíniumot nagy tételben, de cserébe azt kérem, hogy lerakhassam nálatok egy gépemet az igazgató belement, levittük a gépet, két emberemet ott helyben betanítottam a kezelésére. Magyarországon akkoriban öt áramszolgáltató működött, kábelgyártó cég viszont csak egy, a magyar kábelművek. Szerintem kihasználva a monopól helyzetét túlságosan nagy árakat szabott, állítólag száz százalékos hasznot számolt rá az áruira. Én beértem 23-mal. Hamarosan le is köröztük őket. Lackó az igazgató felhívatott magához, de nem tetszett a tárgyalási stílusa, nem tudtunk megállapodni valamiféle együttműködésben. Egy darabig még tartották magukat, aztán kivonultak a piacról, az egész gyárat eladták a Siemensnek. Ma is a villamosipari vezeték számít a legfőbb termékünknek, a nagy része exportra megy. A körülmények persze folyamatosan módosultak, például mikor inotán megszűnt az alumínium feldolgozás, váltottunk, Romániából szereztük be az anyagot. A cégünk egyre inkább terjeszkedett. A 2000. év táján felfutottak a kereskedelmi kapcsolataink, egyre több külföldi partner látogatott el hozzánk. A tárgyalások néha több napig is eltartottak, és Miskolcon jelenleg nincs olyan szálloda, ahol a társadalmi rangjuknak megfelelően el tudtuk volna helyezni őket. Nálunk legfeljebb két-három csillagos családi panziók működnek, öt csillagos egy sem. Át kellett szállítanunk partnereinket Debrecenbe vagy Budapestre. Minden igényt kielégítő vendéglő is csak egy akadt Miskolcon ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kívántam. A Semmelweis kórházzal szemben állt egy épület, a tulajdonosa még az én fiatalkoromban Miskolcnak ajándékozta. Egy ideig a városi kórház bőrgyógyászati osztálya működött benne, de az hamarosan új helyre költözött. A feleségemmel egyszer arra sétáltunk, ő vetette fel, hogy meg kellene vásárolni és átalakítani szállodává. Egy olyan hotelt képzeltünk, mely a legapróbb részletében is színvonalas, nem marad a vendég kezében a fedél, ha épp le akarja hajtani. A szállodát létre is hoztuk, a kihasználtsági mutatók igen jók, hétfőtől csütörtökig teljes a foglaltság, a hét végére általában hazamennek a partnereink. A szakmában az ország legjobb ötven hotelje között tartják számon. Más bővítésre is készülünk. Az üzemet is tovább kívánjuk fejleszteni. Miskolcon mi az elsők közé tartoztunk, akik olyan munkahelyeket teremtettünk az embereinknek, amely több önálló gondolkodást engedélyez nekik és igényel tőlük, mint amennyit két csavar összeillesztése megkíván. Előbbre szeretnénk jutni ezen az úton új termékekkel és megoldásokkal. Így például a szakmánkban tudott dolognak számít, hogy a fémszál nem tapad megfelelően az alumíniumhoz. Ezt próbáljuk most megoldani egy köztes réteg beiktatásával. Ebben a törekvésükben mennyire támaszkodnak a Miskolci Egyetem segítségére? Ők sajnos gyakran elvont témákkal foglalkoznak, például, hogy az alumínium melyik atomja kapcsolódik egy másik anyaghoz. A végzősök ritkán választanak ki olyan diplomatémákat, amelyek üzemi problémákat kísérelnek megoldani. Például jó volna, ha megállapítanák, hogy a liftkötél különféle erők hatására mennyit nyúlik meg. Ezt én magam nem dönthetem el teljes biztonsággal és hitelességgel, mert a saját gyártmányaimról van szó. Bent az egyetemen régi műszereken gyakorolnak, némelyiken állítólag még látni az 1950-es évekbeli rákosi Mátyás Műszaki Egyetem jelzést. Belátom, nincs elég pénzük a fejlesztésre, de épp ezért kellene kiárniuk az üzemekbe, ahol a piaci verseny kikényszeríti a folyamatos lépéstartást. Ők azonban ritkán jönnek, még tájékozódni sem tudnak. A radiátorgyárban Robot végzi a hegesztést. A mérnök hallgatóknak még az oktatója sincs tisztában azzal, hogy is működik ez a cég. Aki mégis felvállalja, hogy segít a gyakorlati tevékenységünkben, azokat megbecsüljük és megfizetjük. Kialakult egy 5-6 fős csapat, melyet én magam látok el feladatokkal. Egy doktorandusz is dolgozik most nálunk, valószínűleg alkalmazni fogjuk. A fizikai munkásgárda milyen körülmények között él? Hogy alakulnak a fizetések? Az átlag 130-140 ezer forintot keres bruttóban. Ez nettóban 90 ezeret jelent, nem sok. Ezzel én is tisztában vagyok, de nem tudok többet adni. 100 forint kifizetett munkabér a különböző adókkal és járulékokkal nekem 350 forintba kerül. Ezt nehéz kigazdálkodnom, magyar vállalatok ritkán kapnak állami támogatást, kölcsönt pedig nem érdemes felvenni, mert nagyon magas a kamat. Nem hagyom lezárni a munkabér ügyét. Van egy latin mondás: a rabszolga munkája szükségszerűen hanyag. Nem akarom megsérteni önt, de ha egy munkás 90 ezer forintot visz haza a borítékban, helyzetét tekintve majdnem, hogy rabszolgának tekinthető. Hogy tud fegyelmet tartani? Vegyünk egy példát. Tegyük fel, hogy én nem engedem el szabadságra, mert az adott időben épp sürgős megrendelést kaptam. Ilyenkor megteheti, hogy otthon elmegy az orvosához és valamilyen betegséggel kiíratja magát. Mégis ritkán próbálkoznak ilyenekkel, mert a közvetlen főnökeik átlátnak a szitán és törlesztenek. Nem bocsátják el direktben, mert felmondási idő és pénz járna neki, de különös gondol alkalmazzák nála az alkoholszondát, a selejtett gyárt levonják a fizetéséből, és így tovább. Kifogytunk a témából. A város általános gondjaira terelődik a szó. Mi teremthet élhetőbb világot Miskolcon? Egyrészt reménykedem a világgazdaság közeli fellendülésében az uniós pénzek segítő hatásában. Hát ez egyelőre nem látszik. Pedig akad néhány vállalkozás Miskolcon, mely világszínvonalon működik. Ezek nem nagy üzemek, de például egy számítógépes mérnökünk... Olyan mértékben fejlesztette ki az irodáját, hogy 130 mérnököt foglalkoztat, és egy-egy munkájával európai szintű díjakat nyer el. Bízni kell abban, hogy ezeknek a száma egyre növekszik majd, ha nem is azonnal, de valamikor képesek lesznek arra, hogy hordozzák a város terheit. Jelenleg hány ilyen vállalkozó működhet a városban? Csak becsülni tudom a számukat: 30-40 lehet. Barkóci láthatólag most is útra készül, irodájában ott állnak a bőröngyei. Budapestre megy fel? Nem, külföldre készülök. Kocsival átvisznek kassára, onnan tovább repülök Pozsonyba vagy Prágába, sokkal gyorsabb az út, mintha a Ferihegyet választanám. Az igazgató búcsúzóul még körülvisz a gyáron, megmutatja az udvaron tárolt kábelkötegeket, a feldolgozásra váró téglaformájú alumínium tömböket. Igyekszem érdeklődést mutatni, de a hasonló üzemek és termékeik mindig is hidegen hagytak, csak az ott dolgozó emberek keltették fel a figyelmemet. Átmegyünk a cég korábbi egyes számú telepére, ez jóval kisebb, mint egy a felét teszik ki a központi üzemnek. A telepet az egyetem egyik doktorandusz hallgatója irányítja záró dolgozatát a FUX tevékenységével kapcsolatos témáról írja. A magával együtt végző mérnök jelöltek hová kerültek? Szétszórodtak Győrtől Szegedig, Békés Csabáig. Egyedül én dolgozom itt helyben a Fuchsnál. Nem bánta meg? Nem. Itt tanulhatok a legtöbbet. Ha az egyetemi éveimet egy egységnek tekintem, az itt töltött idő tapasztalat szerzésben legalább négynek felel meg. A legújabb eredményekkel ismerkedhetek meg. Az X6-os BMW-nek még a katalógusa sem jelent meg, mikor mi már foglalkoztunk vele. Most éppen mind dolgoznak, igyekszem érdeklődést mutatni. A Westerman áruház rendelt tőlünk egy hálót, az emeletek között feszítik ki, olyan vékony acélszálakból, hogy át lehet látni rajtuk, mégis megakadályozzák, hogy valaki a mélybe vesse magát és öngyilkos legyen. Miskolcon egyébként nem az áruházak számítanak az öngyilkosok kedvenc terepének. Kint a Szentpéteri kapu lakótelepen áll egy húsz emeletes épület, annak a tetejéről szoktak leugrani azok, akik el akarják dobni maguktól az életüket. Az itt lakóknak még némi hasznuk is származik ebből a szertartásból. A ház oldalára üzleti reklámplakátokat szoktak kiragasztani, és az antennák felszerelése is hozott valamennyi pénzt. Itt is igyekszem röviden lebonyolítani az üzemi szemlét. Búcsúzáskor megkérdezem a fiatal telepvezetőt. Ha megírta a dolgozatát, akkor is itt marad a fuxnál. Igen, már beszéltünk róla Barkóci úrral. Hát akkor sok szerencsét. Szemerei transport a legnagyobb miskolci teherszállítási vállalat tulajdonosa, Szemerei Lóránd tanulmányait a Győri közlekedési főiskolán végezte. Ott találta meg első munkahelyét is. Később nosztalgiája hazacsábította a szülővárosába Miskolcra. Először a helyi volánnál helyezkedett el, mint forgalmi előadó, majd átment a Szövautó megyei kirendeltségéhez. Ez a vállalat a kor meglehetősen alacsony technikai színvonalán működött. Egész kocsiparkja 40-50 kelet-európai gyártmányú teherautóból, ifából, roburból állott. Ilyen adottságokkal csak belföldi fuvarokra vállalkozhattak. 1989-ben országszerte komoly változás következett be a szakmában, megjelentek az első magánkézben levő kamionok az állami vállalatok kocsiának egy részét formai leselejtezés után az alkalmazottak megvehették, és a saját szakállukra fuvarokat vállalhattak vele. A széteső munkahelyi fegyelem lehetővé tette, hogy a tönkrement alkatrészeket süttyomban az állami tulajdonú leállított kocsikból pótolják. A magánvállalkozók áraikat az akkoriban hivatalosan érvényes szint alatt 5%-kal állapították meg. Még ez a csekély engedmény is elégségesnek bizonyult, hogy megnyerjék a piaci konkurencia harcot. A szakmailag mind tapasztaltabb szemerei is megpróbálta kihasználni a váratlan adódó lehetőséget, elhatározta, hogy egy önálló Kft-t alapít. Az induláshoz egy millió forintra lett volna szüksége, de csak 500 ezerrel rendelkezett. Szakmabelivel nem kívánt közösködni, az összeg hiányzó felét egy barátjától, a Szemmelweis kórház sebész orvosától kérte kölcsön, az orvos így módon társtulajdonossá lépett elő. A kapcsolat a tiszta elszámolás jó barátság elv alapján köttetett, szemerei elvállalta, hogy a hasznon osztoznak, bukás esetén pedig legalább a szokásos bankikamattal megnövelt összeget fizeti vissza. A céget 1990-ben jegyezték be, tevékenysége a lehető legszerényebb keretek között indult el. Önálló kocsi nem rendelkezvén speditőri feladatot látott el, irodáját egy nyári konyhában rendezte be. Írógépet az orvos szerzett, egy betege révén bejutva a használt irodai felszerelések piacára, a továbbiakban ő intézte a cég levelezését a cégtársak szívóságuknak és szorgalmuknak köszönhetően talpon maradtak, sőt, kiterjesztették a tevékenységi körüket, tíz ifát vásároltak pótkocsival. Önálló telephelyre egyelőre nem futotta, a sofőrök otthon a lakásuk előtt parkoltak a kamionjukkal. A szakmailag tapasztalt szemerei tovább folytatta az eredményesen megkezdett utat, 1990-ben 16 millió forintos bevételt könyvelhetett el, a következő évben már 64 milliót. Továbbra is a lehetőségek figyelembevételével dolgozott, elkerülte a látványos pózokat. Azokban az években siknek és a siker jelének számított, hogy egy szállító külföldre irányuló fuvarokat bonyolítson le, ennek igézetében elhanyagolták a magyar piacot. Szemerei egyelőre megmaradt az ország határain belül. 1993-ban újra egy nagyot lépett előre, a szövautóvállalat tönkrement és a felszámolás sorsára jutott. Szemerei megvette a cég Miskolci telephelyét, az autóparkolóját és a leginkább ifákból összetevődő jármű állományát. A személyzet főleg teherautósofőrökből állt, akik a Felező rendszerű sebességváltót sem tudták teljes biztonsággal kezelni, szemerei igyekezett magasabb szintre emelni képzettségüket. A következő időszak újabb változásokat hozott a piacon, a túlméretezett szállító cégek tönkrementek, a 7-8 kocsival rendelkező kisebbeknek sikerült átmenteni magukat. A felszámolók hada lepte el Miskolcot. Ez biztos és kifizetődő szakma. Az ár 3%-a illeti meg őket minden különösebb kockázat nélkül, mondja szemerei. Ha sok ideje van, nézze meg, hány felszámoló cég szerepel a vállalkozások százas toplistáján. Továbbra is tartotta magát a bevált üzleti alapelvhez, miszerint valamit nem akkor kell megvennünk, amikor szükségünk van rá, hanem olyankor, amikor olcsón lehet hozzájutni. A recesszióban mindenki próbált szabadulni eszközparkjától, szemerei viszont 50 rába kamiont vásárolt a hungaro kamiontól. Szerette volna pótkocsival is ellátni őket, de ez akkoriban bonyolult és drága beruházásnak számított. Elégedett volt az elért eredményeivel, egy neves bécsi speditőrnek kifejtette, hogy megfelelő járműparkkal rendelkezik, de ez az önértékelése nem talált elismerésre az osztrák szakembernél. Ő nagyon gazdag ember lehet szemerei úr, ha megengedheti magának, hogy ilyen roncsokkal dolgozzék. Ő azonban nem hagyta elkedvetleníteni magát, és nem próbált nagyobbat ugrani, mint amekkorát tud. Igyekezett a legtöbbet kihozni a kocsiaiból. Két-három évig üzemben tudta tartani őket, aztán leselejtezte, csak néhányat tartott vissza alkatrészek pótlására. A vállalkozás egyenlege most is pozitívumot mutatott. A lecsepült 30 tonna teherbírású rábák jóval többre voltak képesek, mint elődjeik a 10 tonnás ifák, minden eredentő elhasználtságuk ellenére. 1995-ben sikerült eljutnia odáig, hogy kivásárolhatta orvos barátja részét, és a vállalkozás önálló részvénytársasággá alakult. Óvatossága most sem hagyta cserben, érezte, hogy gyorsabban menetel előre, mint ahogy a rendelkezésére álló anyagiak megengedik. Megfelelő tőkével rendelkező partnereket keresett, Hamarosan jelentkezett is nála két helyi illetőségű vállalkozó, akikkel szerződést is kötött. Hamarosan kiderült, hogy nála szokatlan módon megfontolatlanul jogilag kétes körülményekkel. Alig néhány nappal a szerződés aláírása után a két partner feltette a kérdést, milyen osztalékra számíthatunk? ekkor derült ki, hogy szemerei a megállapodásnál nem a kellő precizitással rögzítette ezt a szempontot. Társai túlzott követelésekkel álltak elő, erre szemerei elkívánt állni a kötéstől, és visszautalta nekik az általuk befizetett összeget, de azok nem voltak hajlandók ennyivel beírni. Ha jól értettem, az elkövetett lapsust egy szerencsés körülmény segített kivédeni, az orvos barátjával kötött szerződésben rögzítették a volt üzlettárs elővételi jogát, ezt még nem törölték, így, mint korábbi partner, előnyt élvezve léphetett fel. A két követelődző kénytelen volt retirálni. Szemerei tovább terjeszkedett, 16 telephelyet alakított ki, átfogva velük szinte az egész országot – egykori tanulmányai színhelyén Győrben is kiépítette a maga bázisát. Sikerült üzleti kapcsolatba lépnie a Ringa húsáró üzem vezérigazgatójával, szállítási megbízásokat kapott úgynevezett száraz melyeket ponyvás teherautókkal bonyolítanak le. Tárgyalásuk végén a vezérigazgató megkérdezte, a hűtőszállítás nem érdekelni? szemerei semmiféle erre alkalmas eszközzel nem rendelkezett, de valódi üzletember lévén igennel válaszolt. Átalakította fejlesztési terveit, hat rönó nyerges vontató helyett hűtőkocsikat vásárolt. Ez az üzlet bevált, további kapcsolatokat próbált kialakítani. Ajánlatokat küldött az ország számos nagyüzemének, felajánlva szolgálatait. A válaszok szórása meglepő sikert mutatott. Száz címzetből tíz-húsz is üzletféllé vált, köztük olyan hatalmas gazdasági komplexum, mint bábolna. A szerencsének volt köszönhető, tér ki a dicsekvés elől szemerei. Neki is felteszem a szokásos kérdést, melyel a vállalatához fűződő érzelmi viszonyát próbálom tisztázni. Gondolkozott azon, hogy ha a helyzet úgy adódna, hajlandó volna -e megválni a cégtől. Számos vevő jelentkezett már, elsősorban külföldiek, de sohasem voltam hajlandó tárgyalni erről. Ez a cég nem az állam testéről privatizációs operációval leválasztott húsdarab, hanem az én véremből született gyerek. Egy miskolci üzletember kollégája azt felelte, hogy szereti az üzemét, de létezik olyan ár, amennyiért hajlandó volna megválni tőle. Helyesbítek. Ha ebben látom a biztonságos jövő egyetlen lehetőségét, én is megtenném. Ezer ember sorsáért felelek, őket nem tehetem ki a bizonytalanságnak. Az emberei hálásak ezért a törődésért, nem tudom, mit gondolnak magukban, annyit biztosan felfognak, hogy havi 150 200 ezer forintot visznek haza nettóban. Ezt tudom, nem mamut keresett, de Miskolcom mostanában jó fizetésnek számít. Mi a további fejlődés útja? Irányító embereket kell szerezni, de nehezen sikerül. Az igazán piacképes mérnökök nem Miskolcra jönnek, hanem Budapestre vagy külföldre. Gépész, közgazdász kellene, de ha jelentkezik is valaki, nem nagyon tudom használni. Rosszul lettek felkészítve az egyetemeken. Nincs gyakorlati képzettségük. Úgy tanulnak, hogy lehetőleg ne legyen olajos a kezük. Sofőr sincs elég. Megemelték a vizsgadíjakat, egy C fokozatú jogosítvány megszerzése mindent beleszámítva 4-500 ezer forintba is belekerül és ha az utolsó fillérig állom is a költségét, akkor sem vagyok bebiztosítva, hogy az illető kitart majd nálam. Jön egy új vállalat, ezer forinttal többet ígér neki, már is felmond. Elköszönünk. Szemereit a szomszédos tárgyalóban ügyfelek várják, csak a vállán keresztül int vissza nekünk. Egy őr kísér ki minket, csak most tűnik fel, milyen szigorú biztonsági berendezéseket szereltek fel. Az iroda csak egy betáplált kódra nyílik és csukódik, és a portán is behatóan ellenőrzik a bejutni szándékozókat. Később egy magazin reklámcikkében olvasom, hogy szemereit az évi 10 milliárd forintos bevételi álomhatár elérése vezérli. Egy ilyen célkitűzés úgy látszik, fokozott feszültségben tartja az emberek idegeit – Nyilatkozatában itt is kitér a megbízhatóságra, mint alapvető tényezőre. Büszke vagyok arra is, nyilatkozza, hogy az egyre inkább élesedő piaci versenyben sikerrel vesszük az akadályokat, hogy sikerült egy olyan munkatársi csapatot összehozni, amelyre mindig számíthatok, akik azonosulnak a cég filozófiával. A cég jövőjét is úgy képzeli, hogy a két fia viszi tovább a vállalkozást mert ez azt jelenti, hogy a szemerei transport meghatározó szereplője lesz a hazai fuvarozásnak. A cikket olvasván ugyanazt a meghatottságot érzem, mely akkor szokott elfogni, mikor a történelmi leírásokban a nagy dinasztiák születéséről olvasok. Ebben az érzésemben csak megerősödtem, mikor meghallottam, szemerei nem engedte meg, hogy a vállalatánál szakszervezet működhessen. Star Plus Kft. Felső Zsolca Tóth György, a Kft. tulajdonosa azok közé tartozik, akiket iskolázatlan kollégái magukban kimondatlanul túlképzetnek szoktak tartani. Valóban nem minden nap fordul elő, hogy egy inkább kis, mint közepes üzem tulajdonosa három diplomával is rendelkezzék. Közgazdászként még az NDK-ban végzett, a menedzseri és műanyagfeldolgozó mérnöki végzettségét itthon szerezte. Pályafutását a Borsodi Vegyi Kombinátban, BVK, kezdte, még 1978-ban, másfél éves sorkatonai szolgálat után is ide tért vissza fejlesztő mérnöknek. Ha az idők változatlanok maradnak, Valószínűleg a jobb képességű szocialista mérnökök szokásos pályáját futotta volna be, fokról fokra lépve előre a vállalati ranglétrán, de az 1990-es politikai váltás után magánvállalkozásba kezdett. A BVK Miskolci műanyagfeldolgozó telepét egy 300 főből álló csoport részvénytársasággá alakította át. Az anyacégen kívül egy holland és egy német vállalkozó szállt be, a hazaiak közül pedig az akkor biztos anyagi alapokon álló amfóra. A Miskolc külvárosának számító felső zsolcán kezdték el működésüket. Tót ügyvezető igazgatói beosztásba került, ebben az új pozíciójában is kitartott fiatalkori meggyőződése mellett rendületlenül hitt benne, hogy a műanyagipar lesz a jövő alapja. Személyes körülményeit is a szakmai törekvéseinek rendelte alá, lakhelyét is a közelben választotta ki, alig másfél kilométerre fekszik az irodájától, így nem kell órákat elvesztegetnie az egyre sűrűbb Miskolci közlekedésben. Amennyiben első pillantásra meg lehet állapítani, nem vette fel a menedzserek megszokott allőrjeit sem. Ritkulóhaját rövidre nyíratja, farmernadrágot visel, kocsiját külön sofőr helyett maga vezeti. Tót 54 éves, de még sok erőt érez magában, nem hajlandó egy meghatározott, végső elérendő célt kitűzni maga elé. Tudja egy vállalkozónak nem lehet megállni és pihenni. A helyzete leginkább ahhoz hasonlít, mikor az ember egy 300 kilós gorillával kezd el szerelmeskedni. Nem akkor hagyja abba az aktust, amikor ő szeretné. Én is keresztül mentem azon, amit az alapító csapdájának szokás nevezni. Az ember elindít valamit, két-háromszázan csatlakoznak hozzá, de egy idő után kiderül, hogy nem bírják tartani a lépést. Gyakorlatilag magamra maradtam. Amikor elkezdte, rendelkezett elegendő kezdőtőkével. Talán elég, ha annyit mondok, hogy apám ősöreg zsiguliával jártam, és az induló környezetünk a BVK Miskolci telepesen bővelkedett anyagiakban. Mi anyagháztartási cikkeket gyártottunk, a kortól messze elmaradó ósdi formájúakat, és még ebből a silány áruból sem termeltünk eleget. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a KFT-nek a semmiből kellett kezdenie. Mire támaszkodhatott? Számos külföldi kapcsolattal rendelkeztem. Annak idején a BVK képviseletében én jártam ki tárgyalni. Most megkerestem az egyik régi partneremet, egy izraeli üzletembert. Ő valamiféle kelet-európai szolidaritást érzett irántam, mert annak idején Romániából emigrált. Neki egy nagy gyára volt kint sok fröccsöntő szerszámmal felszerelve. Azt bizonyára tudja, hogy egy ilyen szerszám nem hasonlít a százféle célra alkalmas kalapácsra vagy harapófogóra, általában csak egy adott árucik előállítására szolgál. Ha az kifut a divatból, feleslegessé válik. A dolog lényege a gép, mely más és más szerszámokkal is tud dolgozni. Megállapodtam az izraeli üzletemberrel, hogy részesedést kap a KFT-ben, ennek fejében átenged nekünk szerszámokat egy-két hónapos használatra. Fröccsöntő gépi kapacitással ugyan nem rendelkeztünk, de ismertem a hazai piacot, tudtam, hogy nálunk sok üzem leállt megrendelések hiányában, tehát ez a kérdés velük megoldható. Megszületett a megállapodás, hatalmas konténerekben hozták a szerszámokat Izraelből. Mekkora volt a maguk üzeme? Semekkora, négy emberből állt. Belőlem, az izraeli társamból, ezen kívül egy vámszakértő és egy titkárnő alkotta a csapatot. Nem a gombhoz vartuk a kabátot, mert gombunk sem volt. Lényegében csak közvetítői tevékenységet végeztünk. Hogy indult be az üzlet? – minden várakozásunkat felülmúlta. Az első évben 200 millió forintos forgalmat bonyolítottunk le, több mint 10 százalékos nyereségtartalommal. Ilyenkor szokott az átlagos magyar üzletember Mercedes kocsit vásárolni. Mi ebben eltértünk az átlagtól, a pénzt visszaforgattuk a vállalkozásba, mindenekelőtt előtt béreltünk egy raktárt a szerszámok tárolására – Három millió forintos tőkével indultunk, az izraeli társam rakta be az összeg felét, én eladtam a kocsimat, ez persze nem tette ki a rámeső részt, halasztott fizetést kértem a többiektől, de mindenképpen tovább akartam lépni. Nem félt a bukástól? De igen, azzal bízhattam magam, hogy csak a saját egzisztenciámat kockáztatom. Szerencsére a második év még jobban sikerült. Debreceni vevők vásároltak tőlünk, pékségek és más üzemek. A műanyag akkoriban valóságos hisztériának számított, mindenki ezt használta minden célra. Akkor szereztem egy Renault személygépkocsit, nem pénzért vettem, hanem az egyik adósom tönkre ment és ezzel az autóval törlesztett. Évente 200.000 kilométert vezettem. Aztán átültem egy Citroën ötre három évenként lecseréltem egy újra. A harmadik cserénél azonban az autószalon tulajdonosa nem volt hajlandó bevenni az én használt verdámat. Kinek adja el egy olyan c amelyik 200 ezer kilométernél többet futott? Elcsodálkozom az eseten, de hát én úgy tudtam, hogy kötelező visszavenni. Tóta fejét rázza. Nincs ilyen szabály, a kereskedő akaratától függ. Kocsi mindenképpen kellett, akkor jött ki az új Volkswagen. Divatos is volt, tetszett is, de hat hónapot kellett volna várni rá. Addig jártam, amíg találtam egy másik céget, amely gyorsabban szállított, sőt, beszámították az én leharcolt C5-ösömet is. 1994-től egyedül maradtam a gyárban. A forgalom növekedett, az importált szerszámok és gépek már inkább akadályozták, mint segítették a munkát. Az izraeli partnerem rossz romániai tapasztalatai alapján nem akart gyárat létesíteni Kelet-Európában, legfőjebb egy teljesen kicserélt új gépparkkal, amihez legalább 200 milliós kölcsönt kellett volna felvenni. Ebbe én nem akartam belemenni, kifizettem a részét, és békében, barátságban elváltunk. Sok kapcsolatunk nem maradt, évente kétszer-háromszor felhívjuk egymást. 1998-ig nem vettem ki egy fillér osztalékot sem, csak annyit, amennyi a megélhetéshez szükséges volt. Megtudtam, hogy Nyíregyházán tönkrement egy műanyagipari cikkekkel foglalkozó szövetkezet, melyel üzleti kapcsolatban álltam. A 72 szövetkezeti tag egyben tulajdonosnak is számított. Mindegyikkel vételi szerződést kötöttem, szerencsére találtunk egy összefogott megoldást. Mindegyikük hajlandó volt hozzájárulni. Örültek, hogy kaptak valami pénzt a szövetkezeti üzletrészükért. A magyar szövetkezetek javarészében az új tulajdonosok általában kisemmiszték a régi tagokat. Én a legtöbbnek munkát is adtam továbbra is. Most kié a Star Plus? Lényegében családi vállalkozásnak számít. Részt vesz benne a feleségem és a gyerekeim is. A fiam és a lányom üzlet része már nagyobb, mint az enyém. Magára milyen jellegű feladatok jutnak? Alapvetően mérnök vagyok, de üzletembernek is tartom magam. Foglalkoznom kell a munkaerő háttérrel, a fejlesztéssel, a piaccal és más területekkel is. Mennyire nőtt a szívéhez ez a gyár. Piaci nulláról indultam, benne van a fél életem. De, ha egy igazán kedvező ajánlatot kapnék, hajlandó lennék eladni. És akkor mihez kezdene? Mindenképpen a műanyag szakmában maradnék, de nem gyártanék, hanem inkább gépekkel kereskednék. De volna vevő a gyárra, és ha igen, mennyiért? Tudnám, kit keresek meg ebben az ügyben. Ami pedig az árát illeti, még az egyetemen kérdeztem meg az egyik professzoromat, hogy mennyibe kerül a PVC por. Azt felelte, mindig attól függ, hogy venni akarsz, vagy eladni. És ha maga elmenne, kiállhatna a maga helyére. Sok kitűnő szakemberem van, de egyiket sem tudom itt elképzelni. Egy vállalat vezetése bonyolultabb dolog, mint a termelés irányítása, akkor is tönkre tud menni, ha fantasztikus nyereséget produkál. Mint egy illusztrálva mondani valóját, Tót felemel egy könyvet. Mondjuk, megveszem ezt a könyvet ezer forintért, és eladom 2000ért. Ez csak elég jó üzlet, nem? De a vevő csak 60 vagy 90, esetleg 120 nap múlva fizet. Ez alatt nem tudom kiegyenlíteni a villanyszámlát. Nem tudok fizetést adni az embereimnek, tönkre megyek. Külön tudománynak számít, hogy egy céget miképp kell pénzügyileg egyben tartani. Vasárnap reggelenként, mikor a feleségem és a gyerekeim elmennek sétálni, én mindig leülök az asztalhoz, és tíz hétre előre megtervezem a pénzügyeimet, és folyamatosan korrigálom. Egy pillanatra sem feledkezhetek meg arról, hogy a villanyszámlám meghaladja a 30 millió forintot, és nem engedhetem meg, hogy akár egy pillanatra is kikapcsolják az áramot. Folyamatos termelés folyik, hatalmas kár keletkezne. Tót egy kézmozdulatot tesz. Nem azért kell ilyen gondosan terveznem, mert nem vagyok elég erős. 24 országba szállítunk a termékeinkből most például 152 kamionhoz való szemét gyűjtőt. Négy-öt hónapig kell előre gyártanunk, tartalékolnunk a fuvarköltséget, és a megrendelő, mint mondtam, csak hónapok múlva fizet. Csak állandó fejlesztéssel állhatom a versenyt. Új gépeket kell vennem, növelnem a kapacitást, új csarnokot felépíteni. Most mi a következő célkitűzés? Ugyanaz, mint mindig. Túlélni kitartani a nagy multinacionális áruházi láncok a metró, az osan és a többiekkel szemben. Három-öt év alatt tönkre tudnak tenni egy olyan kis beszállítót, mint én vagyok. Nem lázadozhatok. El kell fogadnom az ő játék szabályaikat. Jelentkezem például az egyiknél egy új árucikkel, 5 millió forintot kell fizetnem csak azért, hogy felvegyék a szállítási listára. Értse meg, nem rendel még belőle, csak számon tart, mint beszerzési lehetőséget. Versenypozícióba csak ott kerülhetünk, ahol élő emberi munka is szükséges. Például egy kész lavort, melyet magától kidob egy gép, alig ha tudunk eladni. Szóval csak a viszonylag alacsonyabb munkabér tesz minket versenyképessé? Erre is mind kevésbé lehet alapozni. Kínában már magasabb a bér, mint nálunk előbb-utóbb nekünk is emelnünk kell. Az üzemünkben 396 forint a legalacsonyabb órabér. Ezt valójában nem is nevezhetjük fizetésnek, hanem inkább jelenléti, rendelkezésre állási díjnak. 300 ember dolgozik nálunk. Ebből legalább 50 azon töri a fejét, hogy miképp százalékoltathatná le magát, strúmával, ideggyengeséggel vagy más betegséggel. Akkor megy táppénzre, amikor akar. Az állam hozzájárul minden új szociális kezdeményezéshez. Csak egy adatot mondok. A fizikai állományunkban 52%-os volt a fluktuáció. Nekem viszont az órabér sokszorosát kell kifizetnem adók és más kötelezettségek formájában. Abból az árbevételből, amely nem kerül be a munkások fizetési borítékjába, abból én nem jachtot veszek az Adrián, hanem technikai fejlesztésre fordítom. Előfordul, hogy egy porszívó alkatrész gyártásához szükséges szerszám 20-25 millió forintba kerül. De be is hozza az árát, nem okvetlenül. Mondjuk egy új gépen két millió vödröt tudnánk előállítani, de kiderül, hogy a piacon csak 500 ezerre van igény. Arra viszont a régi gép is képes lett volna. Elméletileg minden munkafázis lehetne automatizálni, de mi csak ott tudunk új gépet beállítani, ahol megéri és olcsóbb, mint az emberi munkaerő. Az állam nem járul hozzá fejlesztéshez. Kétszer kaptam pénzt, egyszer 20 millió forintot, másodszor valamivel többet, de nem adták ingyen. Export többletet kellett vállalnom vagy új munkahelyek létesítését. Tót felajánlja, hogy nézzük meg az üzem Miskolci telepét. Panaszkodik, hogy a terjeszkedés sok nehézséggel jár. Egy holland üzletember 30 helyrajzi számra terjedő területet vásárolt, mikor Tót átvette tőle, ezt hatra kellett összevonni. Aztán is számos közigazgatási hiányosság mutatkozott. Különféle engedélyeket kellett beszereznie, minden egyes helyrajzi számhoz külön-külön megközelítő utat létesíteni. A döntés egy éve húzódik, és semmi biztosíték nincs, hogy hamarosan megszületik. A Miskolci telep tágas udvarán műanyag kerti asztalok és székek halmozódnak fel, némely bútornak kitört a lába. Értetlenül nézem, és ezt el tudják adni majd a jövő nyáron? Nem valószínű. Más lesz a divat szín, a forma, és így tovább. És a kár kit terhel? Természetesen minden ránk hárul. Az áruházak szezonbútort csak úgy vesznek át tőlünk, ha garanciát vállalunk, hogy az idény végén visszavesszük. Ha egy áruházi vevő kipróbálja a széket és eltöri, azt is visszaszállítják hozzánk. Tiltakozni nem lehet? Nem, ha lemondanánk a kapcsolatot, tízen jelentkeznének a helyünkre. Az üzemcsarnok felé tartva az igazgató megáll egy pillanatra. Tudja, mi szeretnék lenni egyszer? Coca-Cola! Miért? Hogy egyenrangú félként ülhessek letárgyalni a partnereimmel, és ne érezzem úgy, hogy előzőleg velem törölték fel a vécét. Ők függetlenek, nekem pedig kezem lábam meg van kötve. Ez a miskolci csarnok sokkal kisebb a felső zsolcainál, és kívülállóként úgy találom, hogy a gépi felszereltsége is alacsonyabb szinten áll. A kezdésnél 18 éves gépeket vettünk át, most cseréljük őket 8 évesre. Minden szerszám drága. Egy közönséges csavarbehajtó géphez 700 ezer forintba kerül egy új fej. Az egyik masina leállt magas fiatal férfi próbálja beindítani, a mellette álló segítők érezhető tisztelettel veszik körül. Tóth Bólint felé. A fiam. Hat éve tanulja Németországban a szakmát, de ha valamiért hazajön, beáll dolgozni. Nincs felmentve semmiféle munka alól. A csarnok egyik sarkában műanyag sörös ládákat készítenek. A közép-európai sörgyárakat, lengyeleket, cseheket, magyarokat megvette Dél-Afrika és a nyugati cégek. Ők nem akarják azokat a ládákat használni, amelyeke még a régi embléma található, hanem a saját márkájukat festetik rá. De ez a piac is hanyatlóban van. A közgazdászok kiszámították, hogy a ládákat 100 kilométernél nagyobb távolságra nem érdemes vinni, mert a teherautók tulajdonképpen levegőt szállítanak sok látnivaló nem akad, megindulunk kifelé. A nagy nyugati cégek tulajdonképpen miért adnak rendeléseket Magyarországnak? Itt még van kapacitás, és van ember is. Otthon már nem nagyon találtak olyan munkásokat, akik hajlandók volnának három műszakban a gépek mögé állni. Felső Zsolca felé tartva folytogatóan sűrűvé válik körülöttünk az autó és kamionforgalom. forgalom. Túltermelés van, mondom. És tudja miért? Mert túlfogyasztás van. A kapitalizmus becsődől, akkor majd vége lesz. De akkor nekünk is. A kapitalizmus vége a világ vége lesz. Az ember a végtelenhez méri magát, ahhoz nyúl, amihez nem szabad. Az ember technikai felejtségi szintje túllépett azon a szinten, hogy kontrollálni lehessen. Nem szólok közbe, csak az a gondolat fordul meg a fejemben, hogy ha az emberiség helyébe a kapitalizmus szót írnánk, az egész meglátás hasonlítana Marx és Engels fejtegetéseihez. A netokrácia kora jött el. Az internet nagyobb hatalmat képvisel, mint maga a tőke. Akár akarjuk, akár nem, mindent meghatároznak a jelzései a kényelmi propagandájuk – kimutat egy út melletti építkezésre. Egy új pláza épül itt. Én nem szeretem ezt a cégláncot, mégis ide járok majd vásárolni, mert 500 méterrel közelebb fekszik a lakásunkhoz, mint egy másik áruház. Húsipari üzem Kísérőmmel egy húsipari üzembe látogattunk el, a tulajdonos hatalmas hidegtállal fogadott minket. Legalább húszféle felvágottat tett ki elénk az asztalra: friss disznótorost, füstölt csülköt. Magának csak egy szelet szalonnát vágott le. Ez a kedvenc ételem. A szalonna oldja a koleszterint, illetve eleve kevesebbet is tartalmaz. Ki van mutatva, hogy a sertéshúsban 4,5% található, a csirkehúsban pedig ennek a duplája. Különben is megszoktam, hagy gyerekes családban nőttem fel, ha jutott valami az asztalra, az szalonna és zsír volt, biztatóan mutat a tálakra. Ti azért egyetek azt, ami jól esik. A házigazdánk ismeri a szakma történetét az indulástól mind a mai napig. 1892-ben épült egy körvágó híd Miskolcon. 1948-ban államosították. Ötven ember dolgozott a cégnél, mészáros és hentes. Figyelmeztetően felemeli az ujját. Ezt ne keverje össze, a mészáros levágja az állatot, a hentes feldolgozza. 1953-ban tanácsi vállalattá alakultunk át, akkoriban öt helyen termeltünk és árultunk húst, itt a Vágóhídon, Ózdon, Sátoraja új helyen, Gosztonyban és kint a Diósgyőri vasgyári telep boltjában. Azt mondhatjuk, hogy mi láttuk el szinte az egész megyét, de külföldre is szállítottunk. A népgazdaság bevételében minden hatodik, hetedik dollárt a húsipar hozta. Én abban az évben kerültem ide ipari tanulónak, majd a katonaság után visszajöttem. Fokról fokra jutottam el odáig, ahol most tartok. Most hogy megy? Most? A bolcsaimon 10 százalék a nyereség, ezt elviszi az infláció és a többi kiadás. De ne szaladjunk előre ennyire. A szakvizsga után kineveztek művezetőnek a feldolgozókhoz. Nagy terveket tápláltunk a Szovjetunió közelségére való tekintettel. Aztán újra előléptem termelési osztályvezetőnek, de 1979-ben becsapott a villám, leváltottak. Úgy történt, hogy Lejött a miniszter, és elrendelte, hogy néhány nap alatt 60 tonna sonkát kell termelnünk. Én tudtam, hogy ennyit becsületes módon, megfelelő minőségben nem lehet előállítanunk. Ezt meg is mondtam, de a miniszter nem hitt nekem. Tanulja meg végre, a mennyiség számít. Hajlandó vagy nem? Akkor újra nemet mondtam, leváltottak. De úgy látszik, hiányoztam, mert hamarosan visszahoztak. 1980-ban 30 millió forintos nyereséget produkáltunk. Ezzel az eredménnyel is elégedett lehettem volna. Az üzem azonban többre lett volna képes, ha jól szervezik a termelést, de a 2000-es létszámból csak 900 ember dolgozott tiszta erőből. Én ezt nem tudtam elfogadni, ki akartam kerülni ebből a körből. Apám halála után örököltem egy pár hektár földet, eladtam az árából és két millió forintos hitelből építettem egy vágóhidat. Az akkori szabályok szerint ezt magánszemélyként nem tehettem volna meg, elintéztem, hogy egy TS melléküzemének minősítsék. Közben a nagyvállalat tönkrement, először az ózdi üzemet adták el, aztán a kisebb egységeket, végül az egészet megvette egy Rotterdamban élő üzletember. Jó csinált, 16 milliárdos értékhez hozzájuthatott 6 milliárdért. Akkor már nem kellett álcáznom magam, nyíltan is önálló lehettem. Száz embert foglalkoztattam. Ekkor a csapatot az egész szakmában nem tudtam volna összeszedni, magamnak kellett kinevelnem az utánpótlást. Addig is sok rosszat hallottam az ipari tanulókról, nem szeretnek dolgozni, drogoznak, megkefélik a tanárnőt, most magam is meggyőződhettem. Nem túlzás, amit róluk beszélnek. Reggelenként olyan piszkosan jöttek be, hogy munka előtt tízből hármat ki kellett küldenem mosakodni. Szakmailag is előről kellett kezdenem velük, mert az utolsó két évüket az iskolában nem a szakmai ismeretekkel töltötték, hanem a történelmet ismételték, vagy a tört számokat gyakorolták. Az a helyzet, hogy nálunk sok a pedagógus, kell nekik a munkahely, az iskolának pedig a fejkvóta. Mással nem nagyon törődnek, a gyerekek az alapismereteket sem sajátították el 17-18 éves korukra, mikor már önállóan kellett volna dolgozniuk. Én ezt nem tűrtem. Megköveteltem a tisztességes munkát. Sokan nem bírták a kiképzést, kimentek Németországba, ott aztán jól meghajtották őket, napi 12-14 órát dolgoztak, csontig lefogytak a robotban, sietve hazamenekültek. Itthon csak tovább romlott a helyzet a szakmában. A nagyvállalatok mindenütt megbuktak, minket is csak az tart lábon, hogy leépítettük a felesleges irodistákat. A fiamat vettem magam mellé kereskedelmi vezetőnek. Sajnos a mi üzemünknek sem jósolok hosszú életet, nem bírjuk kitermelni a költségeket, az energiaszámlánk 30 millióval emelkedett. A kereskedelem nem vállalja át a gondjainkat, sőt, 20-30 százalékkal is megcsapolja a pénzünket. Nagy a multik, azt csinálnak, amit akarnak. Például valamelyikük elhatározza, hogy két hétig akciózik, vagyis addig olcsóban adja a húst, de a költségeket nem a saját rezsijükből fedezik, egy fillért sem áldoznak, tőlünk várják el, hogy finanszírozzuk. Ha tiltakozni próbálunk, egy életre elvágjuk magunkat náluk. A bankok sem segítenek, a hitelkamat növekszik, a betéti csökken. A négy boltom 15 év alatt 350 millió forint bért fizetett ki, mégsem kapok semmiféle adókedvezményt. Senki sem veszi figyelembe, hogy egy újonnan belépő tanulónak csak a felöltöztetése 50 ezer forintba kerül, és egyáltalán nem biztos, hogy másnap bejön dolgozni. Még az építkezési engedély elintézéséért is fizetnem kell a közbejáróknak. Egyszer megkérdeztem, kinek megy? A pártnak az Isten szerelmére, ki ne mondja, hogy melyiknek, mert ha berúgok, ami előfordulhat, kifecsegem, itt a pénz, de nem akarok tudni semmit. Az orvosok is ott sarcolják meg a beszállítókat, ahol tudják. Százalékra átszámítva háromszor annyit követelnek, mint például Franciaországban. Ha mindent összeadok, már tíz százalék fölötti hasznot kellene kitermelnem ahhoz, hogy talpon tudjak maradni. Nagyon unom már ezt a kínlódást. Mindig az jut az eszembe, amit egy cigány munkásom mondott. Főnök úr, én már úgy utálom a munkát, hogy meg tudnám dobálni kővel. A kísérőm szeme felvillan. Ha már a cigányoknál tartunk, megmutatnád a hegedűidet? Értetlenül kérdezem, milyen hegedűkről van szó? Tudja, Miskolcon régen minden vendéglőben játszott esténként egy zenekar, most legfeljebb egy-kettőben. Érzik ők is, hogy kiestek a pixisből. Van egy társaság, amelyel már rég együtt járunk ki mulatni felső zsolcára. Egyszer odajött hozzánk egy ismerős öreg cigány, két hegedűt hozott, és könyörgött, hogy vegyem meg tőle, mert kenyérre kell neki. Olcsón odaadja, 150 ezer forintért a kettőt. Kicsit már be voltam állítva, megvásároltam tőle. Másnap kiózanottam, féltem, hogy az ablakon dobtam ki a pénzemet. Lehívattam egy hangszer szakértőt Budapestről, megállapította, hogy a hegedűk egy délnémet műhelyben készültek, precíz munkával valamikor a múlt század elején. Az egyiket 400 000, a másikat 500 000 becsülte. Persze minden annyit ér, amennyit a piacon megadnak érte. Aztán elterjedt a híre a cigányok között, hogy hegedűket veszek, egymás után hozták. Ha érdekel, gyertek, nézzétek meg őket. Átmegyünk a szomszéd szobába, legnagyobb megdöbbenésemre nyolc-tíz hegedű fekszik a szekrények polcain és a heverőn. Abban maradtunk, hogy ha lesz pénzük, visszaadom nekik ugyanannyért, amennyit vettem tőlük. Járt már itt valamelyikük? Még egy sem. És legalább tud játszani rajtuk? A házigazda kiválaszt egy hegedűt, és felcsendül a dallam. A cigányok ladi ladiladilom, sárga liliom. Összenézünk a kísérőmmel. Nagy baj van, ha egy hentes hegedűkkel kezd foglalkozni.